37 nevező 7 csapatba elosztva több mint 13 ezer kör 6 óra alatt. 6. alkalommal rendezték meg az RC Onroad maratont a Pécsi Sportoldában. De hogy is néz ki egy ilyen verseny? Serpent gyártmányú autók, és az összes teljesen egyforma autó. Ez is volt a legfontosabb, amikor létrehoztuk ezt a versenysorozatot, hogy teljesen egyenlő feltételekkel tudjunk futni. Itt mindig igény is van rá, hogy új pályákat hozzunk létre. Itt ezek az elválasztó elemek úgy néznek ki a pályán, hogy gyakorlatilag szabadon módosíthatóak, ezek tépőzárral vannak rögzítve a pályára, így mindig át tudjuk rakni, és új nyomvonalak jönnek létre. Igazából itt sok segítséget adtunk az indulóknak, mert eléggé sok, a modellezés sok irányából jöttek az indulók. Nem mindenki az on-road pályautózásból, hanem voltak, akik off-roadból, voltak olyan indulóink is, akik lényegében első bálozók voltak, tehát nagyon még nem modelleztek, és pont ezek miatt maga a beállítás része a futómű szempontjából, a differenciálmű szempontjából, és minden ilyen része az autóknak, azok egyformán mindenkinek be volt állítva. Amivel foglalkozni kellett, az leginkább a takarítás, karbantartás mindenkinek, meg hogy nagyjából a működőképes állapotba tartsák az autókat, de ez szerencsére nem okozott olyan nagy problémát. A legfontosabb az volt, hogy a csapatok teljesítsék a 6x1 órás versenyt. Minden óra végén kötelező és nagyon javallott karbantartás folyik az autókon. Itt ugye egyrészt a szőnyegből felszedett szősz, a csapágyakból, a hajtásláncból, az autók minden részéből takarításra kell, hogy kerüljön, másrészt ugye a kopófogyó alkatrészeket, leginkább a csapágyakat ugye cserélni kell, és hát át kell ellenőrizni az autót, hogy minden része működőképes legyen a következő órára is. Hogy lekopogjuk, megint úgy lement egy komplett maraton, hogy gyakorlatilag saját hibás töréseken kívül, ami egy-kettő fordult elő, azokon kívül műszaki hiba nem történt, tehát nagyon-nagyon jó konstrukciók, és mi magunk is folyamatosan leborulunk a tervezők és az összerakók előtt, hogy gyakorlatilag ilyen jó autók jöttek létre, hogy ennyit kibírnak, és maga a motor és szabályzó, ami ugye az erőt vagy a hajtást biztosítja, az is tényleg mindent kibír. Az autók mindegyik 6 órát ment összesen nettó, annyi, hogy a maguk a csapatok, tehát a pilóták, azok cserélődtek folyamatosan. Jellemzően a csapatok ilyen átlagosan 5-6 fővel álltak föl, és úgy nézett ki a dolog, hogy körülbelül ahogy az akkumulátorokat kellett cserélni az órába, akkor általában a pilóták is cserélve lettek, ezek ilyen negyed óránként váltottuk egymást. A szervezők feladata az volt, hogy segítsék a csapatokat. Mi az 5. helyen zártuk a csapatunkkal, annyi, hogy mi egy vegyes csapattal mentünk, és kevésbé tapasztalt pilóták mellé szálltunk be segíteni. Ettől függetlenül teljesítettük a távot, és némi plusz szereléssel, de megoldottuk ezt. Az automodellkedés szerelmesei azt mondják, hogy ezt a sportot nem lehet elég korán kezdeni, de nem is lehet abba hagyni. Nekem édesapám fertőzött meg nagyon-nagyon régen, pici gyerekkoromban, még akkor Kaposváron. Akkor még az országban több versenypálya is volt, sajnos ez most arra nagyon lecsökkent. Hát ez datálható valamikor a 80-as évek elejére, és amire nekem magamnak sikerült úgymond az egzisztenciát megteremteni hozzá, hogy tudjak foglalkozni kicsit komolyabban ezzel a sporttal, az ilyen 2007-ben volt. Tehát most már 13. éve lesz, hogy foglalkozom vele. Cél? Hát az idei évben, hogy most már egy 40 pluszos Európa-bajnokságra kijussak, mert hogy végre sikerült átlépnem a 40-et.